Most meg fogom mutatni azt, hogy a változtatható magasságú támrendszer az miért jó. Vannak olyan támrendszerek, amelyekben ezeket a füleket, amelyekben a drótok vannak, bekalapálják, és akkor egy ilyen, mit tudom én, 4 centi széles csíkba kell begyömöszölni a szőlőt. Abban az állapotában, amikor fűzzük a szőlőt, nagyon sérülékeny, könnyen letörik a vége. És akkor elindul a bokrosodása a szőlőnek, az nekünk nagyon nem jó. A változtatható magasságú támrendszernél csak simán kiakasztjuk a vezető, illetve a befűzőszálat, és utána ebbe a jól eltávolítható részbe befűzögetjük a szőlőt. És amikor készen vagyunk vele, akkor visszaakasztjuk. Javaslom, hogy mindenki használjon változtatható magasságú támrendszert. Ha rá van kalapálva ez a fül, akkor egy csavarhúzóval, fogóval nyissák meg, és akkor utána nekik is ilyen jól használható támrendszerük lesz.